Mennyire tud újra élethivatássá, újra perspektívává, újra alappá válni a katonaság, mint hivatás? Mennyire lehet egy fiatalember biztos abban, hogyha érdeklődik ez iránt a terület iránt, akkor erre alapozhatja a jövőjét? Azon vagyunk, hogy egészen biztos lehessen, másképp nem is képzelhető el. Ez nem egy foglalkozás, ez nem egy mesterség. Ez valóban a szószoros értelmében véve egy hivatás. Méghozzá az egyik legfontosabb, legalapvetőbb. Egy állam legfontosabb funkciója, én ezt vallom, a külső támadás elleni védelem biztosítása. Ennek vannak politikai, diplomáciai, szövetségkötési, egyéb formái és feltételei, de nyilván a saját fegyveres erő léte és annak a fenntartása, az ereje, a fejlesztése a másik feltétel. Ha ezt egy állam nem tudja biztosítani, akkor lehet akármilyen jó egészségpolitikája, akármilyen remek oktatáspolitikája, homokra építette a házat. Tehát ez a legfontosabb kérdéseknek legalábbis az egyike egy országban. Hogy biztos alapokra tudjuk helyezni a honvédelem építményét, ahhoz pedig olyan katonákra van szükségünk, akik hát napi gondoktól és bizonytalanságoktól a lehető legnagyobb mértékben mentesítve vannak. Olyan katonákra van szükség, akik mind anyagilag, mind erkölcsileg megkapják az őket megillető megbecsülést, és ami legalább ilyen fontos, kiszámítható körülmények között élnek. Biztonságban élnek a tekintetben és abból a szempontból, hogy előre látják a saját pályaképüket. Tudják, hogy mi vár rájuk. Tudják azt, hogy ha tanulnak, ha teljesítenek, ha jól szolgálnak, ha a kötelességüket mindenkor maximálisan betöltik, akkor milyen tovább lépési lehetőségeik vannak, milyen utak nyílnak meg előttük, mi az, amivel számolhatnak, amire bizton számíthatnak. Nos, ez, amiről most beszélek, ez a életpálya modellnek a kérdése, amelyet kidolgozunk, és a jövő év tavaszán vitára fogjuk bocsátani, be fogjuk mutatni a katonáknak. Én március 15-ét szabtam határidőül a munkatársaimnak, addig kell ezzel nagy részletességig kidolgozva elkészülniük, és ezt követően a 2011-es év folyamán minden észrevételt és minden véleményt mérlegelve ki fogjuk dolgozni azokat a szabályokat, amelyek együttese fogja az új életpálya modellt jelenteni, és így 2012. január 1-jével mindez hatályba is tud lépni. Ez tehát a mai sokszor bizonytalan, kiszámíthatatlan katonai léthez képest, amit olyan sokan szenvednek, és amire legtöbbet panaszkodnak, egy teljesen kiszámítható, világos, egyértelmű és rendezett életutat fog biztosítani minden katonának. Változás szele indult el az oktatás területén. Itt is vannak nagyon határozott elképzeléseik, illetve a tartalékos rendszer. Ma hangzott el, 2014-ig 6-8 ezer fővel kell, tartalékossal szeretnék a Magyar Honvédségen bővíteni. Ma kezdte meg a parlament a honvédelmi törvény módosítás vitáját, amely lehetőséget teremt a tartalékos rendszer fölállítására. Tudnivaló, hogy a 2004-es hivatásos hadseregre történő átállással egyidejűleg a korábbi tartalékos rendszer lényegében megszűnt. A nyilvántartásokat nem vezették, az állomát gyakorlatilag szélnek eresztették, és így fordulhatott elő az a kissé tragikomikus helyzet, amikor idén júniusban a Hernádon ugye jött a nagy ár, és a kormány válságtanácskozást tartott, és a miniszterelnök, Orbán Viktor feltette nekem a kérdést, hogy miniszter úr, és mennyi tartalékos tud kivezényelni a gátakra? És mondtam, hogy 18-at. 18 ezret? Kérdezte a miniszter, nem, 18 főt. Mert ennyi volt, és hát sajnos még jelenleg is ennyi a
Magyar Honvédség nyilvántartásaiban szereplő tartalékosoknak a száma. Nos, az új tartalékos rendszer, amelynek a törvényi vitája, mint mondtam, zajlik, négy fő elemből áll. Kicsit bonyolult a dolog, de megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni. Ugye vannak a békeidőben tartalékosként igénybe vehetők, ez is két csoportra oszlik. Az egyik csoport az úgynevezett önkéntes védelmi tartalékos. Ők azok, akik teljes értékű lövészkiképzést kapva, katonai esküdtéve, elsősorban a honvédségi objektumok őrzésvédelmébe fognak részt venni. Mégpedig 2011. január 1-től. Ez azt jelenti, hogy január 1-ével eltűnnek a laktanyák kapujából a különféle biztonsági cégek emberei. Mindenütt magyar honvédek fogják őrizni és védeni az élő katonai objektumokat. Nyilván vannak olyan fölhagyott lőterek, meg raktárak, meg egyéb objektumok, ahol nagyon megfelel egy vagyonőr is a jövőben, de azt az anomáliát, hogy az a szervezet, amelynek az egész országot kell őriznie és védelmeznie, saját magát sem tudja őrizni, hanem azt kiadja gebimbe különféle vállalkozásoknak, nos, ezt megszüntetjük. Helyükbe lépnek tehát az önkéntes védelmi tartalékosok, akik egyébként a Honvédelmi Minisztérium egyik vállalatának lesznek az alkalmazottai. Tehát ők főhivatásszerűen fogják végezni ezt az őrzésvédelmi tevékenységet, de egyben tartalékos katonaként, gépkarabéllyal és honvéd egyenruhában. Ez olyan 2000-2100 főt jelent, közülük több mint 1000-rel már megvan a megállapodás, és az ő kiképzésük már folyik. A következő nagy üteme a rendszer felállításának az önkéntes műveleti tartalékosok. Tehát ők lesznek azok, akik a szó klasszikus értelmébe vett katonai feladatokban majd igénybe vehetők lesznek, legyen az a befogadó nemzeti támogatás, legyen az kritikus infrastruktúra védelme, vagy egyes honvédségben rendszeresített beosztásoknak a betöltése. Ez az állománykategória nem főhivatásszerűen kötődik a honvédelemhez és a honvédséghez, mint az előző, hanem adott esetben diák, köztisztviselő, tanár, kamionsofőr, kőműves, nagyon sok minden elképzelhető. Velük, illetve a munkáltatójukkal megállapodást fogunk kötni arról, hogy milyen feltételekkel, milyen időkeretben, milyen juttatás fejében működnek közre az illetők a honvédség feladataiban. A legfontosabb célcsoport itt mindenképpen a volt szerződéses és hivatásos katonák köre. Ez nagyon sok ezer ember, akiket az elmúlt években úgy engedtünk ki a rendszerből, adott esetben néhány éves szerződéses szolgálat, vagy akár egy hivatásosként eltöltött 25 év után, hogy meg se kérdezte őket senki, hogy nem volna kedved, drága barátom, itt maradni tartalékosként, hiszen te ki vagy képezve, te mindent tudsz, te be vagy gyakorolva. Rád az adófizetők rengeteg pénzt költöttek azért, hogy ezt a képzettséget megszerezd. Meg se kérdezte őket senki. Na mi most meg fogjuk kérdezni őket, hogy volna-e kedvük újra kapcsolódni a honvédséghez. Természetesen kell kapjanak és fognak kapni egy bizonyos rendelkezésre állási juttatást minden évben, és amikor bejönnek gyakorlatra, szolgálat teljesítése, akkor meg fogják kapni azt a beosztási illetményt, amit az adott beosztásra egyébként a mi szabályozóink előírnak. És valamiképpen majd hát megegyezünk a munkáltatóikkal is, hogy egyrészt engedjék el őket, másrészt fogadják vissza, amikor a tartalékos szolgálatok letelik, és ne torolják meg mondjuk egy kirúgással azt, hogy ők mellesleg a hazájukat is szívesen szolgálják tartalékosként. Nagyon erősen számítunk a közszolgálatban dolgozókra. És úgy gondoljuk, hogy például az ő körükben, akár az alkalmazásnál, akár az előléptetésnél, a továbbtanulásnál, vagy más területeknél
az, hogy ők tartalékos katonák, előnynek kell, hogy számítson. Hiszen ők egy többletszolgálatot vállalnak, ugyanannak a közösségnek, a köznek a szolgálatában, amit amúgy a civil életükben is végeznek. Legyen szó egy községi jegyzőről, legyen szó egy pedagógusról, vagy legyen szó egy orvosról. Hát körülbelül ez az egyik része a tartalékos rendszernek, és van egy másik része a megelőző védelmi helyzetben, illetve rendkívüli állapotban behívható tartalékosoknak a kérdése, hiszen a hadkötelezettséget csak béke idejére függesztették fel 2004-ben. Ez azt jelenti, hogy a hadkötelezettség mondjuk így háborús helyzetben feléled, és ebben a pillanatban egyrészt a kiképzett volt katonák, tehát a kiképzett tartalékosok, illetve a kiképzetlen hadkötelesek, a régi szóval a póttartalékosok behívására is sor kerülne. Hát feltehetőleg nem lesz erre szükség, de a rendszer egészét áttekintve feltétlenül meg kellett említeni mind a négy kategóriát.